Egy álommal kezdődött. Datuk dr. Lim Siu Jin víziója, hogy az ember egészségét kiemelkedően támogató termékeket készítsen ganodermából. Az egyik kenyai utazása során hallott erről a gombáról, amikor mérnöki munkája miatt utazott oda. Dr. Lim ismert személyiség volt a falusiak körében, akik tisztelték és bíztak benne, és szívesen meséltek neki a ganoderma előnyeiről. Korábban még nem hallott erről. Kíváncsivá vált, és elhatározta, hogy mindent megtud. A gombával kezében tért haza a falusiak köréből, és elkezdte a kutatást. Sok szakkönyvet olvasott el, hogy több ismeretet szerezzen. Akkortól dr. Lim szenvedélye a ganoderma iránt elhatalmasodott, és ez lett a hivatása. Megtalálta a legfőbb indokot arra, hogy elindítsa vállalkozását az egészség és a wellness területén. Kutatásai alatt kudarcok állták útját, számtalan próbálkozás és tévedés során sajátította el a ganoderma termesztésének művészetét. Ezt követően a ganodermát a DX-en saját fejlesztésű, egyedi termesztési módszereivel termesztették, szüretelték és dolgozták fel. Végül dr. Lim elhatározta, hogy vállalkozást indít egy olyan területen, amit a legfontosabbnak tartott. Egészség és jólét. Minden idejét, energiáját teljes lelkesedéssel fektette új vállalkozásába, aminek meg is lett az eredménye. Mára hihetetlen sikereket ért el. De ez a siker sok áldozattal járt a kezdetekben. Dr. Lim óriási döntést hozott, amelyet felesége és anyja nem fogadtak kitörő örömmel. Felmondott mérnöki állásából. Sok akadállyal és kihívással nézett szembe a kezdetek idején. Emiatt szorongott és félelmet érzett, hiszen semmi biztosítéka nem volt arról, hogy tervei működni fognak. Sok embernek mutatta be jövőképét, hogy egy piacot hoz létre a vállalata számára világszerte, de kicsúfolták, kinevették. Hosszú ideig senki sem csatlakozott a DX-enhez, pedig számtalan előadást tartott. Ez az idő megedzette és megtanulta a rövid távú örömök feláldozását családja és népe hosszú távú boldogságáért cserébe. Mindent, amit elhatározott, teljes odaszánással, szenvedéllyel vitte véghez. Ez az eltökélt hozzáállás tette őt nagyon sikeressé. Megfogalmazta a DX-en filozófiáját. Van Dragon. Van Bird, Van Market. Van Mind. Ez egy olyan filozófia, amely emberek millióit köti össze a világ minden tájáról, és ez a filozófia soha nem fog megváltozni. A DX-en a Daxen nevéből származó értékekre épült, ami a megbízhatóság, az őszintesség és az erény, amiben nincs kompromisszum. Egyedülálló marketing koncepciója, az egy világ, egy piac lehetővé teszi, hogy a DX-en és kiváló ganodermából készült egészségügyi termékei világszerte elérhetőek legyenek. Ezek az értékek biztosítják a DX-en számára, hogy csodálatos termékei és az egészséges életmóddal kapcsolatos üzenete megbízhatóan jutnak el a fogyasztókhoz. A DX-en filozófiája utat nyitott olyan emberek előtt a pénzügyi függetlenség felé, akik erről korábban nem is álmodhattak. Sok, szegény, írástudatlan embert fordított az anyagi szabadság felé. Ők később családot alapítottak, megvalósították álmaikat és gyerekeik már részt vehetnek az oktatásban, diplomát szerezhetnek. A sikeressé vált DX-en tagok rendelkeznek mindennel ahhoz, hogy gyerekeiket sikeresen indítsák el a felnőtt életbe. Nem csak a gyerekekről, de szüleikről is gondoskodnak. Otthont építenek maguknak, szüleiknek és gyermekeiknek. Olyan életet élnek, amely tele van mosollyal és tisztelettel. A DX-en vezetői és nagykövetei küldetése, hogy mindenki egészséges, pénzügyileg független legyen, mentes minden szenvedéstől, és elérhesse a valódi boldogságot. Sok millió ember és család kapott már ismereteket, melyeket felhasználva és a DX-en termékeit fogyasztva egészségesebb, nyugodtabb, megelégedettebb életet él. Ezen az úton tovább haladva biztosította DX-en további növekedési pályája. A siker érdekében a DX-en vezetői és a koronás követek gondoskodnak arról, hogy a DX-en társadalmi kötelezettségei mindig szem előtt legyenek. A DX-en egyik fő célja, hogy az emberek boldogan éljenek. Mára már közel 15 millió ember választotta a DX-ent, mert úgy döntöttek, hogy szabadokká válnak.